Kedves barátaim, kedves vendégek! Talán néha érdemes elmenni a kiállítás megnyitóra, főleg ha az egy fűtött, meleg, barátságos helyen zajlik, és nem minden esetben egy galéria tulajdonosa, aki kezét tördelve az izgalomtól, elcsukló hangon próbál némi humor csempészni a beszédébe, hogy a közönség rokon szemét elnyerje, és a mellette álló művész elfogódottságát feloldja. Néha érdemes elmenni egy kiállítás megnyitójára, mint most is, amikor biztos vagyok benne, hogy a beszédem után felmelegedhettek, szinte már is. És megtekinthetitek Gábor alkotásait. Azt gondolhatnánk, hogy a mai alkalomhoz egyáltalán nem illene a túlzott komolykodás, hiszen egy 19 éves fiatalember kiállításának megnyitója arra engedne következtetni, hogy nem beszélhetünk a felnőtt világ súlyos problémáit feszegető témákról, habár erre máskor is rácápolt már a galéria pályafutásában egy 18 éves lány, aki a halálélményt incselkedésre használta sajátságos feldolgozásban. De ma se ússzuk meg könnyedén, mert gondolatiságot is kapunk az esztétikai élményeken túl, a festmények, grafikák, kollázsok által. Mert ma itt az alkotó, Koncz Gábor, a minnyájunkat nagymértékben alakító, jellemünket befolyásoló, belső félelmeinket vagy feldolgozni tudó, vagy nem problematikája által láttatja a képekben a saját megélt, átélt élményeink keresztül. A félelem fontos lételem, félelmek nélkül az élet illúzió. A félelem, mint minden más pozitív vagy negatív érzelem is az élethez tartozik. Védelmez, megerősít és szükséges a túléléshez. Van, aki szerint a bátorság csak a fantázia hiánya. A félelem nem csak biztonsági háló, hanem megtanít bennünket arra, hogyan egyensúlyozzunk a kötélen. És akkor a legeredményesebb, ha legyőzése által kitágítjuk korlátainkat. Nagyon nem féltem, de tartottam tőle, hogy Gábor által választott téma egy kiállítás anyagának túl depresszív, nyomasztó lesz, de ahogyan képről képre értelmeztük együtt, felidézve múltbéli élményeinket, mint a zsákos embert is, felszabadultan oldódott bennem a korábbi szorongás. Mára már emléktemetőbe süllyesztettük, ha bár nyomokban tartalmazhat az életünk még gyermekkori szorongást, mert akkor volt rá okunk félni, most arra remélhetőleg feldolgoztuk. Gábor az önmagát kereső ember, de már úton, saját útján. Minden vágyam, hogy egyszer meglessem, hogy alkot, hogyan áll hozzá, hogyan alakul ecsetje nyomán, vagy grafikák által a kép, ami a fejében már megszületett, mert sokszor, sokat beszélgettünk korábban is, és mindig egy nagyon mély érzelmű intellektuális fiúval ültem szemben, aki határozottan tudja, mit akar, mit szeretne a jövőben csinálni, és talán megfogalmazható úgy a művészi attitűdje, hogy a most nyíló kiállítás a kitárulkozásé, és vegyétek figyelembe, hogy nem egyszerű magunknak megmutatni legbelsőbb érzelmeink a régi félelmeink által. Alkotásainak dekorativitása, képcsinálásának komolysága, őszinte és bátor. Ha minden művészet alapja az őszinteség, mert akkor hat, akkor láttat, akkor érint meg, akkor ma itt egy végtelenül őszinte embert ismerhetünk meg. Egyetlen egy kikötése volt, hogy említsem meg az iskoláját is a felsorolásban, amikor szívesen megteszek. Mert ebből is láthatjuk, nem véletlen ez a mai ünnep, volt előzménye. Az iskolával kezdtem, 2006-tól 2011-ig Eventus üzleti művészeti középiskola. Kiállításai. 2007 önálló kiállítás a Dérinében. 2007 tanulmányok. Második önálló kiállítás az Akonyiban. 2008 Family Art, Jászberény, Jászkőfogadó. 2009 osztálykiállítás, Eger, Dió Galéria. 2009 új művek, Jászsági Képzőművész Barátok Egyesülete, Jászkőfogadó. 2009 csoportos kiállítás, Eger, Egákra. 2010 itt már drukkolhattam neki, megismertük egymást. Időtlenítő, Budapest, Vasas Központ. 2010 Jászság, Jászsági Képzőművész Barátok Egyesülete, itthon.
2010, művészet és befektetés önálló kiállítás Eger, MKB Bank. 2010, tanárdiák kiállítás Eger, Színház. Azt hiszem, most itt mindnyájunk nevében kívánhatok Gábornak egy felolvashatatlanul hosszú listát a kiállításairól, hogy járja az útját továbbra is, alkosson oly mély érzésű képeket, ahogyan eddig is tette, váltsa valóra az álmait, feszegesse a korlátait. És mindezt kívánok nagyon sok sikert, örömteli alkotást. Nektek pedig jó visszanézést a múltban, a gyermekkorban, és ne féljetek feleleveníteni azokat a régi félelmeket, mert ígérhetem, utána jön a katarzis. Ezúttal ragadnám meg az alkalmat bemutatni a elkészült Gabriának az új túróját. Többféle színben lehet majd kapni, ezt szeretném így ünnepélyesen átadni. Köszönöm szépen, ezt majd itt meg lehet majd vásárolni, sokszorosítjuk, és hogyha a féljászberényedbe jár, akkor nagyon-nagyon sok érdekes. Megköszönni a lehetőséget. Én köszönöm, ne viccelj. Köszönöm szépen. Én örülök, hogy találkoztunk, meg megkérdezhetem. Ha és bebírunk férni, akkor egy kocintásra mindenki várunk, egy kis pogácsára is. Lehet, hogy az asztalkéban azokat tényleg valóban nagyon-nagyon érdemes lenne megrendelni. Olyan egyedi, olyan különleges, attraktív mintákkal, ötletekkel, hogy biztos, hogy nyáron feltűnő lenne itt Fordari Házberényben. Hogy majd itt lesz a portfólió is, úgyhogy legalább még egyszer eljöttek emiatt is. Gyertek be nyugodtan, köszönöm szépen!